Az eseményen résztvevő pedagógusokat az iskola Kis Súlyom csoportja tánccal köszöntötte. A fiatalok tehetségükről és felkészültségükről tettek tanúbizonyságot műsorukkal. Stajzné Kender Ilona, az Abói Szántó és Térsége tehetségsegítő tanácstárs elnöke köszöntötte a tanácskozás résztvevőit. A város alpolgármestere ismertette, harmadik alkalommal házigazdája az eseménynek, ahol bemutatják a vendégeknek, hogy a közoktatási intézmény optimális feltételeket biztosít a tehetség felismeréséhez és kibontakoztatásához. A 2012-es évben elvégzett sikeres akkreditáció, ami kiemelt tehetségpontnak minősítette az Abói Szántóit, bizonyítja a pedagógusok szakmai felkészültségét, innovatív képességüket és a szülőkkel való sikeres együttműködésüket a diákok fejlesztése érdekében. Horváth Gergely előadásában felhívta a tehetségpontok hálózatába történő szerveződésének fontosságára, amelyben keretében eredményesebb az információcsere és kapcsolattartás, valamint optimálisabb az erőforrások felosztása. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tehetségfejlesztő tanács titkára hangsúlyozta, hogy a szervezet addig működik eredményesen, amíg a befektetett munka arányos a haszonnal. A szakember szerint a cél az, hogy a tehetségfejlesztésnek ne csupán múltja, hanem jövője is legyen a megyében. Tehetséges az, aki az élet valamely területén átlag feletti teljesítményre képes, ezt már Tóth Tamás jelentette ki. A Sárospataki Árpád vezér gimnázium és kollégium igazgatója kitért a fiatalok középiskolára történő felkészítésének különböző szakaszaira, amelyek adott életkorhoz kötődnek. A megyei tehetségsegítő tanács elnöke szerint az óvodáskor az alapozó korszak, ahol első az érzelmi fejlődés, kisiskoláskorban az általános képességekhez tartozó elemeit szükséges előtérbe helyezni. Felső tagozatban speciális tehetségfejlesztés kap hangsúlyt, míg ennek a kibontakoztatása középiskolában történhet. A szakember szerint a kiemelkedő tehetségek speciális fejlesztésében az IREA pontot, a felsőoktatást teszi fel. A Gönczi járásban tehetségsegítő tanács segíti a 32 tehetségpont munkáját, hálózatokba történő szerveződésüket. Nagyon örülünk annak, hogy ugyan nehéz régióban élünk, de vannak olyan iskoláink, amelyek már évek óta, akár a művészeti iskola létüktől fogva, akár meglévő komoly felkészült szakemberek köré szervezve kiépítették már a tehetséggondozás helyi gönci járási hálóját. Ki tudom emelni a Gönczi iskolának a művészeti képzését, informatikai képzését, Telkibányán a természet közelsége miatt az ökoiskolai tehetséggondozást, Hidasnémetibe a nyelvi képzés jó, Abaújszánton hagyományosan több tanszakon a művészeti képzés, és jó hagyományai vannak egyébként a kommunikációs készségnek, előadó készségnek is sok sikert, versenyeredményt hoztak már a gyerekek ebben ezen a területen. Nagyon jó tájának a tehetséggondozó munkája, de minden iskolánál Bizsoly, Vilmány, Boldogkővárja is dicseket egy-egy területtel. Ez a vidék a leghátrányosabb helyzetű térségek közé tartozik. Melyek azok a kihívások, amelyet itt tanuló gyerekeknek le kell küzdeniük, illetve ezek a gyerekek hogyan veszik az akadályokat, és valóban rendelkezésre állnak azok a személyi, tárgyi feltételek, családi körülmények, amelyek valóban a tehetség kibontakoztatásához elengedhetetlenek? Hát a kép elég sokszínű, vannak jó megelégedésre okot adó
gyakorlatok, és vannak komoly gondjaink is. Hát az első az, hogy 32 település a Gönci járásban igazából 8 iskolában kap ellátást, és a gyerekek egyharmada naponta utazás útján jut el az öt fogadó iskolába. Ez egy eléggé speciális rész, itt ez az aprófalvas szerkezetű térség ezt adja. Aztán a iskolákban bekerülő gyerekek nagyon eltérő képességekkel, neveltséggel kerülnek, és nagyon nehéz őket valamilyen szinten nivellálni, ráhangolni azokra a komoly munkákra, ami vár rájuk. De mire felső tagozatba érnek, az esetek többségében azért kialakul az a munkakultúra, amit követendőnek találunk. A legnagyobb problémát viszont ott látom, hogy vannak olyan térségek, ahol szinte gettósodó iskolákat találunk. Nagyon megnövekszik a 2H-s, 3H-s kategóriába sorolható gyerekek száma, és halmozódik velük a probléma. Ugyanakkor az átvett létszámmal, pedagógus létszámmal dolgozunk, a kibővített iskolai időkeret ellátása, és ennek a heterogén, nehéz összetételű gyerek seregnek a kezelése, egyes esetekben több pedagógus alkalmazását is igényelni. Jelenleg még nem tudunk új státuszokat alakítani. A tanácskozás szünetében a résztvevők megtekintették a Tokaj-hegyalja aranya, védett védtelenek és a Farsang elnevezésű tehetséggondozó műhelyek munkáiból készített kiállítást, ahol különböző technikákkal készítették el munkáikat a diákok. Az Abaúj-Szántói térségi tehetségnapon többek között a házigazda intézmény gitárosai is bemutatkoztak, míg Plaszkó Noel László továbbképzős növendék zongorajátékával mutatta be tehetségét. Thank you.